ünnepelte a Bártaszéki Felvidék Néptánc Egyesület fennállásának 20. évfordulóját. Az Egyesület 2000 áprilisában alakult, de a koronavírus járvány miatt októberre halasztották a jubileumi eseményt. A Bártaszéki Petőfi Sándor Művelődési Házban tartott ünnepségen közel 150 ember vett részt a járványügyi előírásokat betartva. Az évforduló alkalmával Kalmár Éva Egyesület vezető igyekezett megismertetni a jelenlévőkkel az elmúlt 20 év legfontosabb eseményeit, és hogy egyre bővülő egyesületükben már 4 különböző korosztálynak tartanak foglalkozásokat. Vida Szaksz Lili 3 éves kora óta, vagyis immáron 10 éve táncol a Bártaszéki Felvidék Néptánc Egyesületnél. Azt mondja, kiskorában nehezen tudott elszakadni szüleitől, de itt gyorsan megtalálta a helyét. Az, hogy jó közösségben voltam, és mindenki kedves volt, ez nagyon sokat segített abba, hogy beilleszkedjek ide, és azóta rendszeresen járunk próbákra, és mindig annyira jó az összhang, megvan minden, és nagyon sokat nevetünk, persze próbálunk is. A korosztályok együttműködését nagyon fontosnak tartja a vezető, így létrehoztak már olyan koreográfiákat, ahol az utánpótlás és a felnőtt tánccsoport közösen állhat színpadra. Én azt gondolom, hogy ez a felnőtteknek is egy kicsit olyan vérfrissítő hatással hat, és öröm, hogy taníthatunk, hogy példát mutathatunk, és a gyerekeknek meg abszolút élmény és nagy motiváció, hogy már a felnőtt csoporttal lép színpadra, és kitart addig, hogy már ő is majd a felnőtt csoport aktív tagja legyen, és így talán megtartjuk őket. Kalmár Éva azt mondja, nagyon büszke arra, hogyha visszatekint az elmúlt 20 évre, egy erőteljes fejlődést lát az egyesület életében, de ez elképzelhetetlen lett volna alapítójuk Partiné Harcsa Magdolna nélkül. Rá egy videó összeállítással emlékeztek meg a gála esten.